A BSE 788-380 M típus jelzésű AEG beépíthető sütő, egy standard 60-as külméretű szekrényelembe helyezhető el. A készülék energiaosztályba sorolását tekintve A2 pluszos, melynek 70 literes a hasznos űrtartalma. Ha megnézzük a vezérlését, magyar nyelvű érintőpaneles aktív TFT vezérlést, kijelzőt kapott a készülék, ami azt jelenti, hogy magán a kijelzőn kell ugye érintéssel beállítanunk mindent. Ugye a sütő funkciói között megtalálható a tartósítás, asszalás, edénymelegítés, kiolvasztás, csőben sütés, hőlégbefúvás alacsony hőfokon, melegen tartás, nedves hőlégkeverés, hagyományos sütő funkciói között a grill, az infrasütés vagy más néven infragrill, hőlégbefúvás, fagyasztott ételek sütése, alsó-felső sütés együtt, pizza funkció, illetve külön kapcsolható alsó sütés. És mivel ez a készülék egy gőzgenerátoros gőzsütő, a gőz segítségével ugye tudunk akár húsételeket készíteni, illetve van ugye egy regeneráló funkció benne, a gőz segítségével fel tudjuk melegíteni az ételt, ki lehet váltani ezzel a mikrohullámú sütőt is, van külön kenyérsütés, kelesztés, illetve a különböző páratartalmú gőz funkciók, attól függően párolni, asszalni, vagy mi egyebet szeretnénk a készülékkel. Bármelyik sütőfunkciót, ha kiválasztjuk, jobb felső sarokba tudjuk tárolni az oké megérintésével, hozzárendeljük a használni kívánt hőfokot, egyébként ez maximálisan 230 Celsius fok lehet, szintén az oké megérintésével tároljuk, és a starttal pedig egyszerűen elindítjuk. A készüljék menüjébe, ha belepillantunk, vannak benne előre programozott sütések, itt ételkategóriákból fogunk tudni választani, több mint 200 ilyen előre programozott sütés található meg itt ezen menüponton, illetve az alatt lévő almenükben. Ugye vannak hús és halételek, köretek, tepsis sültek, sós tészták, desszertek, édes sütemények, zöldségek, de minden egyes menüpont alatt még vannak ugye különböző almenük, húsok, szárnyasok, halak, tengergyümölcsei, szárnyasok alatt ott található a csirke, kacsa, liba, pulyka, ha például a csirkénél kiválasztjuk, hogy csirke mellett szeretnénk készíteni, akkor készülék tudja, hogy azt milyen sütőfunkcióval, mennyi ideig, milyen hőfokon kell sütnünk. Ezekkel a paraméterekkel egyszerűen a start megérintésével el is tudjuk indítani a programot, az idő lejárt, akkor pedig ő automatikusan le is fogja kapcsolni a készülékünket. A következő menüpont az a tisztítás. Ugye a készülék gőztisztítás, illetve gőztisztítás plusz lehetőségeket fog nyújtani. Itt mind a két esetben gyakorlatilag ugye egy közel 100%-os páratartalmú gőzt adagol be a sütőtérbe. Ez a gőz fellazítja a belső felületekre lerakódott szennyeződést, és a program végén egyszerűen csak a belső fal felületet egy rongyal, szivacsal át kell törölni, tehát nem kell zsíroldozni, nem kell sikálni. Ugye a két programban csak annyi a különbség, hogy milyen időtartamon belül dolgozik. Ugye a gőztisztítás plusz verziót abban az esetben érdemes választani, hogyha erősebben szennyezett a sütőtér. Ugye ezen belül még van ugye tartályűrítés, illetve szárítás. A szárításnak akkor van jelentősége, ha akár sütés után, akár a gőztisztítás után ugye a gőzből a pára az lecsapódik a felületekre, akkor ezen szárítás menüponton belül gyakorlatilag ezt le tudjuk szárítani róla. A tartályűrítés ugye az pedig azért hasznos, mert hogy ugye a vízbetöltő nyílás, amin keresztül fel tudjuk tölteni a gőzgenerátor víztartályát, az itt található, ahogy beleöntjük a vizet, szépen le is csorog a sütőkamra mögött található gőzgenerátorba, de ha a sütési idő alatt nem fogy ki teljes egészében a víz, hogy a későbbi sütés, ne adj Isten, egy hét múlva, ha történik, azt ne egy állott vízzel kezdje meg a készülék, akkor a tartályt azt ki tudjuk üríteni ezen menüponttal. Van még ugye vízkőmentesítés benne. Ugye ez azért hasznos, mert a készülék az gyakorlatilag folyamatosan nézi, számolja, hogy hány üzemórát használtuk a gőzfunkciót, és bizonyos idő után pedig jelez nekünk, hogy ezt a vízkőmentesítő funkciót ezt indítsuk el rajta, és akkor a belső csöveket, belső alkatrészeket vízkőmentesíteni, vízkőteleníteni fogja a készülék.
Következő menüpont a kedvencek. Úgy, ahogy az előre programozott sütéseknél, van a kedvencek közé lehetőség arra, hogy általunk rendszeresen készített, de gyárilag nem beprogramozott paraméterekkel, ezt el tudjuk menteni a kedvencek közé, és akkor legközelebb ez ugyanúgy egy érintéssel előhívható, nem kell ugyanúgy beállítgatni sütőfunkciót, hőfokot, időtartamot, hanem megérintjük és indítjuk. Az egyéb funkciók alatt ugye be tudjuk állítani, hogy a sütővilágítás az teljes sütés időtartama alatt világítson, vagy csak amikor mi manuálisan bekapcsoljuk. Gyerekzárat tudunk tenni a kezelőfelületre, gyors felfűtést tudjuk aktiválni. Ugye az előbb említett vízkőmentesítés kapcsán a tisztítás emlékeztetőt be tudjuk kapcsolni, illetve inaktívvá is tudjuk tenni. Időkijelzés, ugye ez azt jelenti, hogy ha a készüléket nem használjuk, kikapcsoljuk, kikapcsolt állapotában a pontos időt mutassa a kijelző, vagy teljesen sötét kijelzővel álljon nekünk ott a készülék, illetve még a magán a digitális óra stílusán is tudunk változtatni. Vannak még a beállítások, azon belül az első menüpont az a csatlakoztatás, ugye mivel ez a készülék wifi hálózatra is kapcsolható és mobiltelefonos applikációról, távolról is tudjuk vezérelni, itt tudjuk megtenni ezen menüponton belül a készülék párosítását a telefonunkkal, illetve van még egy beállítás menüpont, ahol is a kijelző megjelenő nyelvet, itt ugye a magyar van beállítva, ezen tudunk módosítani, kijelző fényerején, nyomógomb hang stílusán, figyelmeztető hang hangerején, vízkeménységet lakóhelyünknek megfelelően be tudjuk állítani rajta, illetve a pontos idő is itt állítható be. És az utolsó az pedig egy szervíz menüpont. Ez igazából tényleg a márka szervíznek hasznos, hogyha ne egy isten műszaki gond van a készülékkel, ezen szerviz menüpontból ők bármit ki tudnak olvasni, és akkor nem kell apró darabokra szedni a készüléket, ők tudják, hogy hova nyúljanak. Ha megnézzük a készülék belsejét, alapfelszereltségként 2 tepsit, 1 sütőrácsot kapunk a sütővel együtt. Oldalvezető simpáron 5 tepsi magasság közül tudunk választani, hogy aktuálisan milyen pozícióba szeretnénk elhelyezni a tepsit. És mindemellé egy teleszkópos sütősimpár is bele lesz csomagolva a sütőnk belsejébe. Ezt a sütősimpárt, ezt bármelyik tepsi magasságba fel tudjuk pattintani, és hogyha arra helyezzük a tepsit, mint egy fiókot, az kihúzva vízszintesen fogja tartani, nem kell egy rongyal nekünk tartani, illetve fogni, nem fog megégetni. Szintén tartozékként benne lesz a készülékbe egy elektromos maghőmérő. Ezt a ajtó jobb felső részén a takarásban tudjuk csatlakoztatni a készülékhez, a másik felét beleszúrjuk a adott esetben mondjuk egy húsételbe, és a kijelzőn fogja mutatni az étel belső hőmérsékletét, illetve úgy is programozható a sütő, hogy amikor ez a szonda azt érzékeli, hogy a ételünk közepe is átsült, akkor automatikusan lekapcsolja azt. Mivel a készülék ugye gőzgenerátoros gőzsütő, amivel párolni is tudunk, egy ilyen pároló edény szettet is mellékel a gyártó. Ugye az egyik az egy teli, a másik pedig egy lyukasos fenekű pároló edény. A készülék ajtaját szét tudjuk szedni, egy mozdulattal le tudjuk venni ezt a burkoló lemezt, és már is hozzáférünk a 3 rétegű ajtó minden egyes üveglapjához, tehát egyszerűen könnyen fogjuk tudni takarítani, akár melyik oldalát az üveg felületeknek. AEG beépíthető gőzsütő, wifi kapcsolati lehetőséggel, gőztisztítással, magyar nyelvű szöveges menürendszerrel, elektronikus vezérléssel, aktív TFT kijelzővel.